Szervusztok, kedves barátaim! Most jutott eszembe, hogy talán csinálok erről a daráltöpörtyűből készülő pástétomnak az elkészítéséről is egy videót. Igazából már elkezdtem, tehát egy olyan 20 deka körülbelül a töpörtyű, meg darált töpörtyű, egy evőkanál a piros paprika, egy evőkanál körülbelül a mustár, sót szórtam rá, és egy fej vörös hagyma, egy nagyon picit megfonnyasztottam, egy gereszt fokhagymával. Lehet nyersen is beletenni, hogyha azonnali fogyasztással van, de én most ezt nem fogom egyszerre megenni, úgyhogy... Tehát még egyszer a töpörtyű, a mustár, a hagymák, a paprika, só, ja még teszek hozzá borsot. Nagyjából egy fél teáskanál borsot. Szeretem, ha csípős, ezért egy kis csili paprikát is teszek rá. Így. És akkor ezt szépen így össze fogom keverni. És amikor így nagyon szép homogén állagú lett, akkor bele fogom tölteni üvegbe, és a hűtőbe fogom tárolni, és akkor jó alaposan össze kell keverni, aztán meg kell kóstolni, hogy kinek milyen az ízlése, mennyire sós, mennyire fűszeres, hogy érzik rajta a hagyma. Egy a lényeg, hogy nagyon alaposan össze kell keverni, hogy egy ilyen krémszerű állagot kapjunk. Ilyen. És akkor ezt szépen beletöltöm üvegbe. Jó, alaposan belenyomkodom az üvegbe, mindenhova. Ez nagyon-nagyon finom kis kenyér mellé való